Novák Katalin a pápa látogatás kapcsán erkölcsi magaslata teljes tudatában kegyelmet adott a Bicskei Nevelő Otthon jogerősen elítélt igazgatójának, igazgatóhelyettesének, tehát nem az igazgatónak, hanem az igazgatóhelyettesnek, akit jogerősen a bíróság azért ítélt el, mert falazott, tettestársa volt, a pedofíliával vád alá helyezett és ítélet kimondatása után, tehát börtönbüntetését üldött pedofília, erről beszélünk, egy ilyen embernek. Tehát aki az ex-főnöke, vagyis ex-bicskei igazgatónak, akit pedofília vádjával elítélt a bíróság, tettestársának nyilvánította a bizottság, hiszen neki fedezett, és olvassák el kérem szépen a bíróság ítéletben, mik szerepelnek, hogy akit Novák Katalin kegyelemben részesített, az az igazgató helyettes bírta rá a megerőszakolt, meggyalázott kisfiúkat hamis levelek írására. Ez a bíróság ítéletben van, tehát nem azt írja az újság. És a pápa látogatás kapcsán a megbocsátás szent jegyében köztársasági elnökként kegyelmet biztosítok. Pedofíliában van kegyelem.